Református istentisztelettel kezdődött a Szatmár határok nélkül református találkozó szombaton Nagyecseden. A hetedik alkalommal megrendezett eseményt idén a reformáció 500. évfordulója jegyében a mai társadalom számára a megmaradás üzenetét hordozva tartották meg. Itt történelmi Magyarország volt szétválasztva Szatmárban, együtt tudunk élni 1100 éve, és csak akkor lesz jövünk, hogyha hitünket megtartjuk. Tehát a hitünk megtartása, az összetartozás, az minden akadályon át kell, hogy vezessen bennünket. A szatmári régióban meghatározó a református jelenlét. A lakosság több mint 60%-a tartozik a vallási felekezethez, nagy részük a kisebb településeken él. A Szatmár-Beregi térségben a református egyház tulajdonában 64 árpádkori templom van, melyek állagának megóvása számos kihívás és feladat elé állítja a helyi közösségeket. Ez egy olyan érték, amit egyedül nem tudnánk fönntartani. Nagyon szisztematikusan kell azért dolgozni, hogy ezek olyan állapotban legyenek, hogy át tudjuk adni ezt az örökséget a következő nemzedéknek. De ahol újabb templomok vannak, akár a 20. század elejéről, ott pedig tudjuk, hogy nem volt még olyan szigetelés technika, amivel a salétromosodást, a falak romlását meg tudták volna akadályozni. Most viszont ezt be kell pótolni. Ugyanakkor az oktatás és nevelés is kiemelt fontosságú a helyi református közösségekben. Ezen a területen is számos fejlesztés szükséges. A kormány éppen ezért a jövőben különféle támogatásokat biztosít mindehhez. Ez természetesen kijelöli az irányokat. Az első és legfontosabb, Fehérgyarmaton 4 milliárd forintból fog épülni egy iskola, egy általános iskola, egy református általános iskola, és nagyon sok faluban épül majd, vagy megújul majd a régi templom. És ha úgy végig tekintünk az utolsó éveken, több cikluson, akkor már egész jól állunk, nagyon sok templomunkat sikerült felújítani, sok mindent tervezünk még, hiszen mindig jut pénz megfelelő helyre, nagy tervünk az, hogy határon átnyúló pályázatban a gyülekezetek orgonáját is fel fogjuk tudni újítani. A találkozó keretében a helytörténeti gyűjteményben kiállítás is nyílt, amely a történelmi Szatmár vármegye egyházi kincseit mutatja be.